Támadó! Szép! Nagy védés volt. A kapusok az egy külön szakma, és mindig különállóként tekintenek a kapusokra. Ez gyakorlatilag egy egyéni képzésről szól. Úgy szoktam mondani, hogy állam az államban, mert meg kell mindenkinek felelni, miközben nekem egyént kell edzenem. A kapusposzt nem csak arról szól, hogy rohangálni és vetődni a labdáért. Ez egy igen sokoldalú szerepkör egy csapaton belül, ami hozzájárulhat a sikeres szerepléshez. A DVTK Labdarúgó Akadémián Szalma Pál koordinálja a hálóörök képzését, de emellett az NB3-as csapat is az U19-es együttes kapus edzője is. Ami a legfontosabb, hogy a kapus képzés ugyanúgy, mint a mezőnyjátékosoknak egy előre tervezett séma alapján működik. Van egy külön kapus periodizáció, ami szerint dolgozunk. Ez a nagyobb korosztályokat és az akadémiai korosztályokat vonja magába, foglalja magába. Az összes kapus edző ennek megfelelően dolgozik. A kisebb korosztálynak természetesen más szempontok vannak a periodizációt tekintve, de külön hetek, külön tematikus hetekre van lebontva, ahol megvan ugyanúgy a fizikális és a technikai képzésnek a fő irányvonala. Ezt mindenki igyekszik a lehető legjobban beépíteni a saját elképzelésébe, és ennek megfelelően dolgoznak a kapus edző kollégák. Viszont az edzőknek minden korosztálynál más-más technikai elemet kell megtanítaniuk a gyerekeknek. Nem csak a kapusoknak, hanem a labdarúgó képzésben is nagyon fontos az, hogy a életkori sajátosságoknak megfelelő dolgokat próbáljuk meg tanítani velük. Teljesen más egy közel a felnőtt csapathoz lévő U19-es NB3-as kapusnak a képzése, mint mondjuk egy 8-10 évesének. Természetesen a legkisebb korosztálynak a legfontosabb cél, hogy megszeretessük a labdarúgást, hogy ide próbáljuk a klubhoz kötni őket, nem csak edzés, hanem érzelmileg is. Nagyon fontos, hogy ne csak képezzük a labdarúgót, hanem próbáljunk meg embert is faragni belőle. Nagyon fontos az, hogy amellett, hogy a labdarúgásra felkészít, azon belül, hogy milyen képet fog mutatni mondjuk a klubról, milyen képet fog majd kiállítani az akadémián. A kisebb kapusoknál az alsóbb korosztályoknál nagyon fontos az, hogy először a technikai dolgokat kell megtanítani vele, izolált környezetben is, akár ülőhelyzetben, térdelő helyzetben, lévő most, hogyha éppen a vetődésről beszélünk. A nagyobb korosztályoknál természetesen egyre jobban jön be a mérkőzés szituációknak a gyakorlása. Az iskolázás része a bemelegítés során az a nagyobbaknál is nyomon követhető, az, hogyha esetleg különböző testpozícióból történik a most említett vetődés, de ott az csak ismétlés gyanánt van, míg a kisebb korosztályoknál ott oktatás szintjén van. Az akadémián fontos, hogy mentálisan is képezzék a kapusokat, hiszen őket más ingerek érik egy mérkőzésen, mint egy mezőnyjátékost. Nincsen annyi akció közvetlenül, ahol folyamatosan játékba kellene avatkoznia. Nagyon fontos az, hogy mentálisan felkészült legyen, ezért is van az akadémiának mentál trénere, mert hogyha bármilyen olyan problémával vagy akadállyal találkozik a kapus, akkor én egyből tudok segíteni, akár közvetlenül, akár közvetve is, hogy tovább küldöm a szakemberhez, de természetesen az edzőknek ugyanúgy hétről hétre megvan a mentális felkészítése a sportpszichológusokkal, és így még hitelesebbek tudunk lenni, hogyha esetleg ilyen téren segíteni kell a kapusokat. Szalma Pál aktív pályafutása során több magyar klubnál is megfordult, többek között a Diósgyőrnél is. Szeretné tapasztalataival is segíteni a gyerekek fejlődését. Vannak olyan persze pozitív, egyértelműen vannak negatív dolgok is, amit sajnos én később jöttem rá. Olyan szituációk, olyan élethelyzetek, amiben tudok segíteni nekik,
hál' Istennek a gyerekek erre nyitottak. Gyakran kérdezik, hogy akkor hogy nézett ki egy-két dolog. Tudok nekik mit mesélni, de attól függetlenül én nagyon fontosnak tartanám, hogy a klub történelmével, múltjával még jobban tisztában legyenek a gyerekek, mert ez a szép stadion, ez a 10 000 ember, aki kilátogatott vagy kilátogat a mérkőzésre, az nem a semmiből nőtt ki. Ezért nagyon fontos lenne, hogy legalább annyit foglalkozzanak a múlttal is, mint a jövővel.